mindenkit a Kisvárda Masztergúd és a Dunai Városi Kórház Kála sajtótájékoztatóján. Köszöntöm a vendégkedzőjét, György Lászlót, a vendégkeltökösebb Glós Vivian, az éjjel klénéjét Vlatko Dominicsot és az éjjel keltökösebb Szabó Valériát. Elsőként megkérném a vendégvezető edzőt, hogy értékelje a mérkőzést. De egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Úgy gondolom, mind a két oldalon a védekezés dominált. Láthatjuk is a kapott gólok számából. Mi erre fókuszáltunk és erre készültünk a védekezésre, illetve a Kisvárdának a beálló játékának a semlegesítésére. Ez én úgy gondolom, hogy sikerült a mérkőzés folyamán végig. Az átlövéseket viszont nem tudtuk kivédekezni, kellőképpen nem tudtuk reagálni. A Dimitrov István szépen megtalálta azokat a lövősávokat, ahol a sánc mellett el tudta tenni. Volt egy periódus, ahol nem tudtunk vele mit kezdeni. És ugye itt a gyors ellentámadásból, hogyha esetleg védett a kapus a második fél időben, pedig nem tudtuk azt a sebességet, azt a gyorsaságot hozni, amit az első fél időben, hogy könnyű gólokat lőjünk. És hát igenis mi is megszenvedtünk a Kisvárda felállt fala ellen a védekezésénél. Nehezen találtuk a lövéseket, nehezen találtuk a helyzeteinket. Itt a végjáték, ez én úgy gondolom, hogy a bármelyik csapat, illetve a Kisvárda is nyerhetett volna, annyira kiélezett volt ott a szituáció. Szerencsénk is volt, hozzá kell tennem, volt egy-két védés ott a végjátékban, egy technikai hibát vétett ott a Kisvárda, és ott elől ugye ki tudtunk harcolni egy 7 méterest, és azt értékesítettük. Úgyhogy így tudtunk itt nyerni egy nagyon-nagyon jó Kisvárdát, láthattunk és azzal játszottunk mi, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra, és csak nagybetűkkel tudok beszélni minden egyes játékosról mai napon, gratulálok nekik, és a Kisvárdának további sok sikert kívánok az elkövetkezendő bajnoki mérkőzéseken. Köszönjük. Megkérném Vlatko Dominicsot, hogy értik el. First, congratulations to him. And after I congratulate because my colleague made a good team, because I think the most important is made good team. He has one excellent or top players mid series, but other players play very very good. They play like team, and I watched many matches from this year at Dunai Város, and I saw really they play and they won many times like team, not like individual qualitative players. For today, I think that was a very good tactical match because we used many tactical things, both culture, both sides, and unfortunately for us, we didn't use last tactical situation. We played 40 seconds until we had 40 seconds until to the end match, but we didn't shoot for 40 seconds. That is problem. It's not problem if we lost match, but I'm not happy only with last minute match today. Először is megjegyezném, hogy az ellenfél edzője nagyon jó csapatot állított össze, nagyon jó játékosok vannak, van egy nagyon nagy sztár játékos, ugye a Micia is, és hogy de mellette ugyanúgy nagyon tehetséges és jó képességű játékosok vannak. És ezt nagyon jól összerakta az edző, hiszen nem egyéni játék van, hanem tényleg mint csapat úgy működik a Dunai Város. Nagyon taktikus meccs volt a mai, hiszen mindenki csapat nagyon sok taktikai megoldást próbált hasznosítani, és sajnos nem volt szerencsénk a végjátékban, a 40 másodpercet úgy támadtuk végig, hogy nem lőttünk kapura, és ezért nem vagyok elégedett, és nem vagyok boldog.
mondjuk meg kéne a vendégi játékosat, Rossz Vivian, hogy értékelje a mérkőzést. Számítottunk rá, hogy nagyon nehéz mérkőzést fogunk itt Kisvárdán játszani, de sokat készültünk el a mérkőzésre, és úgy érzem, hogy az edzőnk utasításait be tudtuk tartani, és nagyon örülünk, hogy két ponttal tudunk innen távozni. Megkérem az egyik játékosát, Szabó Bolyát, hogy értékelje a mérkőzést. Nagyon sajnálom is, hogy nem nyertünk, hiszen nagyon sok esélyünk volt arra, hogy ezzel a meccsel akár a hatodik helyen végezzünk a bajnokság végén. Ez kellett volna nagyon hozzá, nagyon nehezen kezdtük a meccset. A Dunaújváros az első fél időben, mint ki is a baj, úgy ment át rajtunk sajnos. Aztán másik fél időben megnehezítettük, és talán át is vettük ugye a kezünkbe a mérkőzést. Hát én is sajnálom, hogy az utolsó percben legalább egyik szett nem sikerült összehoznunk. Köszönöm, sajtó rész, esetleg kérdés? Igen, egyet Batfútól, hogy what was the instruction the last attack, before the last attack? Azt kérdezem, hogy mi volt az oratív, a instrukció az első, az utolsó támadásnál? Yes, my instruction was we need to play 7 against 6 and we tried that this year many times and we scored on the some matches from this action, and I said we need to wait last 10 seconds and we need to make chance. We have three solutions from this action, but nobody from three position didn't try make what they need to do. And we finish attack without shoot. That is problem. It's not problem, for example, we made shoot and goalkeeper say or our miss shoot. Problem is only because we finished match without shoot. And 1 point for us is like goal. Only 1 point. Nagyon sokszor játszottunk 7-6 ellen, és úgy érezte, hogy itt is most ezt kell játszani. Ebből a támadásból van 3 megoldási lehetőség is, és a 3 belső ember egyiket sem használta, és nem az lett volna a baj, hogyha lőttünk volna, és nem lett volna a gól, hanem az, hogy lövés nélkül fejeztük a mérkőzést. És akár egy gól, az nálunk egy győzelmet is ért volna. Köszönjük esetleg tovább kérdés. Köszönjük.